Nyári szünet, tanévzárás, teltházas koncert, hajnalig tartó buli, az 5. alkalommal megrendezett tanévzáró fesztivál fellőtte az égre a hónapokon át vidáman mosolygó napot és megalapozta a nyári bulik felhőtlen hangulatát. A péntek esti nagyszabású rendezvény sztár fellépői a sokak által szeretett Majka és Curtis voltak. A Majka Curtis egy régi álom volt ugye, a kecskeméti fiataloknak, azért nagyon régóta, 3 éve próbálkozunk azzal, ugye, mármint nem úgy 3 éve, most 2 év kimaradt, de előtte már 3 éve próbálkoztunk azzal, hogy tényleg egy Majka Curtis szintű előadót meg tudjunk hívni. Sajnos, hogy erre soha a pénzügyi keret nem adott lehetőséget, és pont szerencsére, vagy szerencsétlenségre, a Covidnak köszönhetően, ugye most a várost meg tudta támogatni annyira a rendezvényt, hogy tudtunk egy Majka Curtist meghívni, és azért ez egy olyan fegyvertény, ami szerintem egyedülálló most így Kecskeméten. A line-up általában magát alakítja ki minden évben, tekintettel arra, hogy minden évben tartunk egy ha nem is teljes körű, de egy kisebb körű ilyen interjút, ilyen fókuszcsoportos megbeszélést a fiatalokkal, hogy mit szeretnek igazán. Tehát tulajdonképpen a fellépők az leginkább ugye a 14-18 éves korosztálynak az igényére reflektálnak, hogy az ő általuk kedvelt előadók kerülnek kiválasztásra minden évben. A meghívott fellépők listája igen sikeresnek bizonyult, ugyanis mintegy 8000 ember búcsúztatta közösen a tanévet a Szabadidőközpontban. Szeretnénk ezzel egy fiatalos városképet is bemutatni a kecskemétiek számára. Mi azt szeretnénk, hogy Kecskeméten jól érezzék magukat a fiatalok, itthon érezzék magukat, és minél több olyan programot tudjunk nekik biztosítani a önkormányzat, illetve városvezetés szempontjából, amelyek számukra a legmegfelelőbbek. Az esti fergeteges parti előtt a pénteki napon egy vetélkedőn vettek részt a fiatalok, ahol összemérhették tudásukat, és a legjobb csapat elvihette a vándorserleget. Az önkormányzati képviselő elmondta, 5. alkalommal rendezték meg a tanévzáró fesztivált, de szeretnének egyre több ilyen rendezvényt a városban. Azért itt, hogyha közösen buliznak a fiatalok, ez mindig egy meghatározó élmény, szinte minden egyes buli, hogyha visszaemlékszünk a fiatalkorunkra. Amikor hazamentünk, fáradtam, másnap arról beszéltünk, hogy milyen volt ez az egész estés parti. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenképp meghatározó élmény, hogy minél több ilyen rendezvény kell, minél több ilyen buli, hogy jó élményeket érjenek haza a fiatalok, és azt mondják, hogy igen, itt nagyon jó Kecskeméten lenni. A High Kecskemét programjára 8000 ember látogatott el, akik közül 6700-an előzetesen regisztráltak. Ám nem csak a tanévet záró fiatalság szórakozott a pénteki fesztiválon, minden korosztály megjelent, így a zenei repertoárnak is alkalmazkodni kellett a különböző korosztályok ízléseihez, de mint bebizonyosodott, a retro nem korfüggő. Ilyen korai kezdéssel vegyes felvágottal szoktam készülni, tehát általában ilyen 2000 és 2010 közötti zenékkel indítok, meg a sajátjaimmal, ugye bulibáró, csóró, stb. Egy kis mulatos, aztán megyek egy kicsit följebb, 2010 fölé, mármint hogy évekbe. Próbálom azért a korban vegyes közönséget így megfogni, már hogy mindenki valamennyire magáénak érezze a dolgot. Csak eljöttünk, hogy megnézni, hogy milyen legalábbis. Egész jól érezzük magunkat eddig. Így van. Nekem már nincs tanév. Nekem sincs, én már dolgozok. Én meg jelenleg várom a gyermekem. Barátokkal jöttünk, és a Majka koncertre jöttünk legfőképpen meg, hogy szórakozzunk. Szerintem nagyon vegyes, egyébként így az iskolához most annyira nincsen közünk, mindannyian dolgozunk, csak láttuk, hogy lesz egy ilyen esemény, és mindenképpen el szerettünk volna jönni. A nagy sikernek örvendő fesztivál után a szervezők nem állnak meg, ugyanis a szeptemberi tanévet a halott pénz fogja megnyitni.